Független média felület Miskolcon. Itt vagyunk megint a Círmi stúdióban, folytatódik a csütörtöki adásnapunk. 2018. január 11-e van, ezt azt hiszem elfelejtették mondani az előző adásban, vagy műsorban. Én Kocsi Semese vagyok, itt ül velem a stúdióban Gáborcsik Bence és Szakos Dániel. Sziasztok! Sziasztok! Tipo Honder a műsorunknak a mai címe. Úgy képzeltük, hogy Dani lesz a központban, most a beszélgetés középpontjában. Először is, hát nagyon szokványos, meg snazd, de mutatkozz már be, légy szíves, hogy kivel fogunk beszélgetni. Szakos Dániel vagyok, tervező grafikus, miskolci. Hány éves vagy, de? 28 éves vagyok. Egy helyes fiatal emberről van szó, nem csak az, hogy tervező grafikus, bocsánat. Szerintem kezdjük már azzal, hogy miskolci születésű vagy, ha jól tudom. Igen. De nem Miskolcon élsz. Így van. Majd ezt kifejtjük később. Hol élsz? Budapesten élek 2 éve. Ez a munka miatt? Ez az egyetem miatt, aha, ami tulajdonképpen a kiállításnak is az egyik apropója, az egyik nagy apropója. Ez most diplomáztam ugye 2017-ben a mesterszakon, és ez ugye az alapszakkal együtt ez egy 5 éves intervallumot ölel fel, ami alatt ugye folyamatosan Pestre jártam. Itthon laktam, itthon voltak munkáim főleg. A mesterszak az viszont csak nappalin indult, úgyhogy felköltöztem, de ez már menet közben is terve volt, vagy jó lett volna. Ugye ez egy szerencsés együttállás volt, emlékszem a felvételin felmerült a kérdés, hogy levelezőin akarom-e, vagy nappalin, és ugye azt döntött el, hogy a betűtervező szakirány az csak nappalin indult, úgyhogy ott beleugrottam, hogy én ezt akarom csinálni. Bocsi, tehát hogy pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen egyetemről beszélünk, és milyen szakról? Tehát alapképzésben hogy kezdődött az ez ilyen? Ez akkor még BKF-nek hívták, ugye most Metropolitan Egyetem, az alapszak azt elektronikus ábrázolásnak hívták. Ajaj. Nagyon szép. És ez mit jelent? Így apostrofálták, hogy ez a testvér szakja a tervezőgrafikának. Szerintem annyiban más, hogy az elektronikus ábrázoláson ugye monitorra tervezünk, tehát pixelekre, vagy webes felületekre. Még a tervezőgrafikusnak több mindent kell a tarsójába tartani. Tehát mondjuk használja a kezét is. Már úgy mondom, hogy nem az egér nyomkodásra, hanem mondjuk ceruzát. Hát vagy inkább ugye papíripari ismeretek, csomagolás, tervezés, tehát egyéb más skilleknek is a birtokába kell legyen. Mondjad, Bence. Én láttam Daninek a sketch búkjait, ami néha lehet, hogy csak egy sima nézetrácsos füzet volt, és jól használja a kezeit, szóval zseniális elnézést, én csak a szakról beszélve kérdeztem meg. Persze. Ott mi az elvárás? De egyébként az is átfogó, tehát egyébként voltak szabadkézi rajzok az első fél évben, és sokféle kreatív feladat. Ez a szakmegnevezés, ez ugye angolul graphic design, szóval az már olyan átfogóbb vagy érthetőbb. Az ugyanez volt, ilyen ráépülő képzés, vagy már más volt a neve? A mesterszak
kon nem indul ez az elektronikus ábrázolás, hanem ott már csak a tervező grafika van. Aki tervező grafika alapszakon van, az értelemszerűen erre megy tovább. Aki más szakról érkezik, ugye a mostani rendszerben bárki bárhonnan jöhet emmáról. Annyi, hogy mondjuk az én esetemben is voltak egalizáló tárgyak az első fél évben, évben, pontosan ilyen papírismereti órák, tervezőgrafika órák, és akkor volt, aki mondjuk festőszakról jött, tehát programokhoz nem is értett, de, de a potenciál megvolt benne, és így az egalizáló tárgyakkal hoztak mindenkit egy hasonló szintre. És folyamatosan ezen gondolkozom, hogy vajon ez meddig lesz aktuális, amit most elmondtál, tehát, hogyha valaki erre a pályára készül, és most meghallgatta tőled, hogy milyen lehetőségek vannak, az lehet, hogy már egy-két év múlva megint megváltoztatják a nevét, mert még ugye az én időmben is, még akkor a vizuális kommunikáció az volt a tervező grafika, és akkor az iparon ott még volt egy egyetemi képzés, ugye, ami a főiskolára épült. Tehát olyan volt, mintha tovább képeznéd magad, de akkor most ez így. Hát ez én időmben mondtad, így volt, de egyébként már ebben itt folyamatosan mennek az átulakulások, szakok, átneveződnek, megszűnnek, úgyhogy ez az, voltak szaktársaim az alapszakról, akik jöttek így az MR-ról, vagy más intézményekben még ez az elektronikus ábrázolás, mint szak, ez így létezett, meg létezik, de ezek így folyamatosan változnak. És mit tervezel, hogy maradsz Pesten? Mondjuk ott fogsz munkát vállalni, vagy mondjuk két laki életet élsz, vagy mik a terveid, hogy várható, hogy itt Miskolcon fogsz dolgozni? Vagy távmunkába, vagy hogy mondják? Ez egy jó kérdés. Ezzel tulajdonképpen ebbe az elmúlt 5 évben is, meg jelenleg is, meg valószínűleg a jövőben is ez egy ilyen két laki dolog. Tehát ahogy én elkezdtem dolgozni, akkor nyilván Miskolcról, miskolci munkákat kezdtem el csinálni, tehát ilyen 5 éve. Így itt épült ki ügyfélköröm, vagy itt értek ismerősök által hamarabb munkák, és ez meg is maradt a mai napig, de ugyanakkor Pesten is szeretek lenni, és szeretnék ott is dolgozni. Mielőtt jobban előre szaladnánk, akkor térjünk már vissza arra, hogy az ismerősök révén ez mit jelent, hogy kapod a munkákat, tehát hogy most eddig... A legelső logóm, arra kristálytisztán emlékszem, ami egyébként még az egyetemet megelőző képzésen, ami az akkori Arteco iskolába jártam, ott végeztem egy alkalmazott OK-jét, és ott volt egy Szák András nevezetű úr, aki sok mindennel foglalkozott akkor is, és akkor indította a Mizu Miskolc oldalt, és így feldobta, hogy logót tervezhetünk hozzá, hogyha szeretnénk. És tulajdonképpen az volt az első logóm, utána ő ajánlott egy ügyfélnek, utána esetleg ő egy másiknak, és így indult tulajdonképpen. Hát nekem is az a tapasztalatom, hogy ez csak így lehet. Igen. Mindenki ezt mondja, hogy ne várjon senki arra, hogy kapcsolatrendszer nélkül bármilyen szakmában, de a tervező grafika az még inkább azt mondja, hogy igen. Erősen bólogatok. Igen. Akkor jó, hagyjuk. Jó, menjünk tovább. Miről akartunk még beszélni? Ja, igen. Mondtad, hogy kiállítás, de azt nem fejtettük ki. Uh-huh. A másik apropója, nem, az egyik apropója az, hogy a Miskolci alternatív generáció, a MAG-nak te is oszlopos tagja vagy. Igen. Ugye Bence is azért ül itt velünk. Majd erről is fogunk még beszélni. A másik pedig az, hogy ők, az a kis csoport. Vagy mi? Vagy nagy. Mi? Ők, ti. Nem, most te kívül vagy. Ők szerveztek neked egy kiállítást, ugye, ahol bemutathatod, hogy na akkor... te ez vagy, erre vagy képes, most itt jársz, hol lesz ez a kiállítás, miről szól?
A kiállítás ötlete, hogyha ezt elmesélhetem, ez az első magos beszélgetésen fogant tulajdonképpen egy körülbelül egy éve, amikor összeültünk egyáltalán így a magnak a jelenlegi tagjaival is egy ilyen kötetlen ötletelés formájában, és akkor ott vetődött fel egy ilyen projektötlet, hogy mutassunk be Miskolcról elvándorolt, valahol valamit csináló egyéneket, olyan formában, amilyet az ő tevékenysége megkíván. És hát nekem akkor jutott eszembe, hogy hát majd egyszer én is lehet, hogy vállalnék egy ilyen kiállítást, vagy ez érdekes lenne. Mint elvándorló. Mint magtag, vagy maghoz közel álló. És aztán ez egész gyorsan a tettek mezeire kellett lépnünk ezzel a kiállítás szervezéssel, ami a második apropónak köszönhető, miszerint, hogy miután végeztem az egyetemen, felkértek egy ilyen nagyköveti státuszra, ami a felvételi kampányban nyilvánul meg, hogy én úgymond a tervező grafika szaknak vagyok a nagykövete, és tehát én különböző reklámtevékenységekben részt veszek. És hát ezt a kettőt hoztuk össze. Ez a második apropó ugye az időpontra volt hatással, mert én a saját elképzelésem szerint ezzel tavasszal vagy májusban is ráértem volna kijönni, vagy akkor úgy jobban összeállt volna a koncepció, de hogy legyen ez az apropója, tehát hívjuk fel a figyelmet az egyetemre, ahhoz kellett az, hogy a felvételi határidő előtt ez létrejöjjön, ami ugye február 15, és akkor így lőttük be ezt a január közepi dátumot kezdésnek, és 19-e, hogy pontosítsak, és 6 óra, hogy még jobban pontosítsak. Majd mindjárt részletesen is beszélünk erről, viszont tehát így visszatérve, akkor, hogyha jól értem, téged az egyetem, mint egy ilyen promótáló személynek fogadott meg, aki, hogyha csinál egy kiállítást, akkor ott meg lehet tekinteni, hogy ott abban az oktatási intézményben mit tanítanak, vagy hogy jön ki egy ember onnan, hogy mire képes. Így van. Ugye az itt bemutatott munkáknak én megfordítanám a kérdést, hogyha valaki megkéri, hogy mutassak saját munkákat, akkor abba benne vannak a mostani egyetemi projektek is, amire ugye az ember úgy büszke, amikre volt elég ideje, és a lehető legjobb formában tudta kihozni végeredményben. Úgyhogy ezek kerülnek ugye bemutatásra, és párhuzamba a munkákkal. Mármint a párhuzam itt azt jelenti, hogy vannak olyan projektek például, ahol mondjuk egy kalligráfia logót terveztem, és azt be tudtam vinni az iskolába konzultálni. Tehát az egésznek van egy ilyen víziója, hogy azt mutatja meg, hogy hogyan hasznosítottam azonnal az iskolában tanultakat, és ez így hogy fejlődött tulajdonképpen kéz a kézben. A kiállításnak a tematikája egy ilyen időrendi, és vegyesen, természetesen megjelölve, hogy most melyik egy valós projekt, melyik egy iskolai projekt, de egyfajta ilyen átjárás és vegyesen. Az egyébként így jelezve lesz, hogy melyik a valós, meg a fiktív. Így, természetesen, igen. Tehát akkor az a lényeg, hogy az a pozitívum a te egyetemednek, hogy még konzultálni vissza lehet. Tehát egyrészt az, hogy vissza lehet járni, a másik meg az, hogy közben már tudtál dolgozni, tehát nem csak a végére lettél kész, vagy érett, hanem már közben is elkezdted a gyakorlatban is a megrendeléseket elvégezni, és közben meg segítettek a hát ilyen mentoráltak. Így van. Hát nem is visszajárás, hanem konkrétan még ez ugye a hallgatói jog viszony alatt, most volt valami projekt, akkor nyilván a tanárokkal nagyon jó viszony van, tehát megmutatja az ember, mit gondol róla, és ez így jól működött. Na akkor tehát a január 19 az már biztos, a helyszín és a megnyitó. Tehát hogyha már az iskoláról van szó, akkor ha jól tudom, akkor az egyik tanárod fogja megnyitni.
Így van, ő Kótai Gábor, betűtervező, tervező grafikus művész, aki többek között volt az én tipográfia tanárom és mentorom. Hát személyesen nem tud sajnos jelen lenni, de meg fogjuk oldani, hogy a kiállítás megnyitja. Ki lehet találni, hogy hogyan, de nagyon örülök, hogy elfogadta a felkérést, és ő is örült, és szívesen reprezentálja az egyetemet is, és a tervező grafikát, meg a tipográfiát. Tehát végig gondoltad, hogy ki fogja megnyitni? Hogy gondolkoztál, hogy kinyissa meg, hogy volt benned valami izgalom, hogy jaj, vajon ki fogja elvállalni, hogy melyik tanárom, vagy nem tudom, hogy nálatok, mert még az én időmben volt ez a laza viszony, viszont az a túlzott tisztelet, hogy így ilyenre megszólítani, vagy felkérni egy tanárt azért az... Tehát, hogy a visszautasítástól való félelem, uh-huh. az meg volt? Nem, szerintem az abszolút nem volt. Tehát biztos voltál, hogy elvállalja? Nem, ebben nem voltam biztos, de vagy, hogy mondjam, valószínűleg tartottam, de nagyon jó a kapcsolat a tanárokkal szerintem, tehát nincs ilyen távolságtartó viszony, hanem teljesen baráti, úgyhogy ebben nem volt izgalom. Az, hogy személyesen eljöjjön, tehát most valaki Pestről, vagy ő éppen Szegedről, hogy erre az egy alkalomra eljöjjön ide Miskolcra, a felé nem volt, vagy ez lehetett egy olyan apropó, hogy ő nemet mond, mert pedig szívesen eljönne, vagy ilyesmi, de azért nyilván ez egy nagy kitérő, vagy egy-két napja elmegy rá az embernek, de erre találtunk egy egyszerű megoldást, hogy... Mikor azt nem mondod, meg azt titok. Hát... Még most találjátok, ki volt be. Na, mindegy. Szóval a másik a helyszín. Hogy esett a választás, és mire? A helyszín az a Herman Otto Múzeum Miskolci Galériának az alkotóháza lesz. Hát a helyszín keresés... Csabai kapu. Szemelweis kórháza a szemben. Szemelweis kórháza. Igen. Hatalmas, nagy, szép fehér épület. És azért még azért azt, hogy mondjam meg, hogy Miskolcon, tehát már annyit beszéltünk Pestről, hogy nehogy valakit megzavarjon. Igen, ez viszonylag, amikor eldöntöttük, hogy ezt szeretnénk, akkor ugye gőzelővel belelendültünk a helyszínkeresésben, és azért ilyen rövid határidővel nehéz volt helyet találni. És egy szintén volt metús és maghoz közel álló lány, Hezler Anna izította be a kapcsolatait, és ő neki sikerült a kapcsolatot felvenni, az alkotóházban pedig meg a galéria részéről teljesen nyitottak voltak, és így hamar elindult az együttműködés, és mi meg nagyon örültünk neki, mert mostanság lehet azt mondani, hogy nincs ott olyan nagy élet, de szívesen visszük be oda az életet, és hívjuk fel a figyelmet az alkotóházra. És? Első körben, igen. Mielőtt még belemennénk jobban a kiállítás ecsetelésébe, hogy mire számíthatnak majd a látogatók, még erről a zenéről, amit hoztál, egy-két szót mondanál? Olyan zenéket hoztam, amiket fontos az alkotás közben a zene. Inspirál. Nem? Inspirál. Inkább azt mondanám talán, hogy vezet. Tehát meg kikapcsol, teljesen leválaszt a külvilágról. Hogy miért pont ezek, miért pont ezek a trackek, ezeket most ugye gyorsan a gyűjtésemből beválasztottam. Nem tudok túl sokat mondani az alkotókról, de úgy a hangulatában, tehát ezek az igaz ilyen elmélyült hajnalokba nyúló tervezések melletti aláfestés. Szerintem hallgassuk meg, és akkor fogják érteni, akik hallják. Ne legyen így.
Vagyunk. Mondjad? Azt. Miért vagy tipohander, Dani? A zene alatt mentek a kérdések. Mit is jelent ez a tipohonderség? Hát a tipohonder szó az egészen pontosan iskola falai között fogant az egyik feladatnál. Az volt a feladat, hogy grafikai szabályokat fogalmazunk meg plakát formájában. Ezek lehetnek különálló munkák, de én egy picit elmélyedtem benne, és próbáltam valahogy egy ilyen komplex feladattá gyúrni, és ott valahogy ilyen egész hirtelen jutott eszembe ez az egyszerű szójáték, amihez én azt az ideológiát szőttem hirtelen, hogy tehát én, de ez egyébként minden grafikusnak szerintem a sajátja, hogy nézi ma a őt körülvevő munkákat, ugye, és én nagyon szerettem a logókat, feliratokat, és ez már-már ugye kóros is, hogy az ember, ha a főutcán végigmegy, akkor lehet, hogy nem az időjárásban gyönyörködik, vagy az emberekben, hanem mindenütt a feliratokat. Nem, hogy éppen a Blik milyen fontot használ a... Mondom, elmúlik. Igen, ott rossz a kerning, stb. Úgyhogy itt a feladatban pedig egy fiktív, hát akkor fiktívnek vélt kiállítás címet adtam neki, mármint hogy ez a kiállításnak a címe is lehet, hogy tipohonder, egy tipográfus kiállítás a Metun, és ezeknek a promó anyagaiban öntött formát a feladat megoldás is, tehát a grafikai szabályok úgy lettek megoldva, egyszerűen, hogy azok ezt a kiállítást népszerűsítik. Amikor a mesterszakon végeztem, és a portfólió könyvet szerkesztettem, akkor valahogy újra elővettem ezt a projektet, meg ezt a szót, úgy ízlelgettem, és ez került a kiadványborítóra, és adta magát, hogy most ennek a kiállításnak ez legyen a címe. Nekem csak a betű kiejtett, a szóra jutott az eszembe. Van egy saját betűd, Dani, ez milyen érzés? Ez hogy jött? Szerintem többen ezt nem tudják. De először tisztázzuk, ugye ennek két lehetősége van. Az egyik az, hogy kiválaszt az ember egy kézbetűtípust, amit folyamatosan használ, tehát nem akar megválni tőle, mert imádj is. És az kivételse nem a Comic Sans. Ugye ez ilyen időszakos szokott lenni, hogy kinek mi a tehát melyik grafikusnak mi éppen a kedvenc betűtípusa, de mondjuk amit a saját arculatában állandóan használ, vagy van a másik lehetőség, hogy tervez egy saját betűtípus készletet. Gondolom erről van szó. Igen, hát itt most Bence szerintem konkrétan a szerpent a betűre utalt, aminek röviden a története az, hogy ugye a betűtervező mesterszakon ez egy feladat volt. Betű anatómia tervezés tárgy keretén belül, hogy kezdjünk el dolgozni egy saját betűkészleten,
egészen nagy szabadsággal. Az akkori tanárom, Szőnyei György, úgy indította a projektet, hogy ilyen kulcsszavakat adott, hogy arra mondjál már, légy szíves, kulcsszavakat ebből. Villámlás, vagy tompa, vagy hát nem tudom, ilyen hangulatszavak. Én egyébként hoztam ezekre... Tarajos Gőte. Hoztam ezekre is terveket. De volt nekem épp egy skiccem pár hónapról, ami egy ilyen vonatozás közben. Egyébként nagyon szerettem a Miskolc-Pest ezt az oda-visszajárást. A vonat az mindig egy ilyen kikapcs volt teljesen. Még amikor volt büfékocsi, akkor... Vonatoztunk amúgy egyszer-kétszer együtt. Mindig, igen. Túl sokat nem tudtunk beszélgetni, de... Na. Szóval az megihletett a vonatút. Igen, ott... egészen konkrétan egy miskolci helynek a logóját terveztem, de csak így poénból. Két S betűt akartam összeolvasztani. Ha kimondod a nevét, akkor kérünk tőlük pénzt. Tehát így akkor ott is most döntsd el. Dani, ott hív meg minket az első sörre. Ki lehet találni két S betűvel, és itt van a főutcán. De ne, tényleg ez csak egy ilyen laza firkálgatás, hogy... Melyik lehet az? És akkor született egy ilyen forma, amit én megmutattam a képzés elején a Szőnyei Györgynek, akinek tetszett. Az hozzátartozik, hogy ő úgy indított el minket, hogy próbáljunk valami különlegeset csinálni. Tehát azért a mai világban borzasztó sok betű van, mindenre találunk olyat, ami nekünk megfelelő. Nehéz téma, nehéz a betűtervezés, és hogy ne arra intett minket, hogy próbáljunk valami egyedit csinálni. Ami nincs. Hát, tehát most eljutott, én már kimerem mondani ezt, szabad ne felejtsd, a betűig, amíg még elérünk, a saját betűtípusig, hogy nincs új a nap alatt. Tehát erre, tehát aki ezzel vitatkozik, az nem tudom, az hosszú lesz az a vita velem, mert nem tudsz róla, hogy már megcsinálták. Én amúgy azóta már csak ezzel írom az e-mailjémet, szóval én nem tudom, de... Jó, egyedi lett, az biztos. Rajongó vagy. Első között töltöttem rá a foltot. Most hasonló, tehát alkotó más irányvonal vagy művészeti ág, egy íróval beszélgettünk nemrég is, és megkérdeztem tőle, hogy nem gyanúsítottak, meg hogy lopsz. És mondta, hogy ő tisztában van vele, hogy ezt már valaki lehet, hogy megírta, vagy bizonyos részeket abból a könyvből, de ő nem tud utána nézni, és valószínűleg több embernek eszébe jut. Én most csak ezért mondom, hogy nem láttam a betűt, majd megnézem, hogyha lehet. Szóval akkor volt egy logóterv, amiből kiindult ez a saját betűtípus, igaz? Így van. Azt, tehát amikor megmutattam a tervet, akkor a Szőnyei tanár úr azt mondta, hogy hát, tehát hogy neki azért tetszett, mert azt mondta, hogy ő még ilyen betűt nem látott, és hogy ez izgalmas, ami akkor egy nagyon nagy löket volt, és így indultunk el vele. Le tudnád írni? Tehát, hogy ugye most nem tudjuk megmutatni, mert rádió, de így le tudnád írni, vagy körülírnád, hogy miért különleges ez a betűtípus? Talán nem is azt mondanám, hogy miért különleges, hanem hogy miért szeretem. Mert alapvetően a betűtervezésnek szerintem két oldalra lehet osztani. Az egyik az ilyen experimentális tipográfia, ami tényleg arra megy rá, hogy milyen nem volt még, és nehezen olvasható betűk. A másik meg a szigorú funkcionalitás, hogy minél olvashatóbb legyen. Ugye ez egy két nehezen összefésülhető dolog, és azt gondolom, hogy a Serpenta így a kettő határán van, de hogy mire lesz ez jó? Tehát a használhatóság az ugye nagyon fontos, de úgy voltam vele, tehát bátorított a tanár úr is, hogy ez izgalmas, szerkezeti, geometrikus formákkal szeretek operálni, és a betű az abszolút ezt mutatja. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez így belőlem jön, és élvezettel merültem el benne, a különleges csomópont megoldásokban, kísérletezések, stb. Hát emellett pedig próbáltam kutatni, vagy feltárni azokat a területeket, amiken ezt használni is, ahol ez használható ez a betű.
Szóval nekem egy ilyen öröm munka volt, és ugyanakkor az ember végigmegy minden egyes karakteren, és azokban elmélyedik, megtanulja a betűtervező programok használatát, tehát hogy nagyon sokat tanultam a betűtervezésről, a betűn kívül is nyilván, hiszen ilyen sok, nagyon sok tényezőnek kell együtt állnia egy ilyen tervezési folyamatban. Az az ötletem támad, hogy ez szintén megér egy misét még, tehát hogy csak a betűről fosni a szót, tehát hogy ez ilyen végtelen lehetőség, de mivel a műsoridő az határos, mert lesz még utánunk egy másik műsor, ezért szerintem most megint az egyik zenét menjen a kezdjük zene. Már el, amit hoztál. Gondolom ez is megint egy ilyen vezető zene. Ja, ez egy ilyen német punk, német ez punk már zene, Dani hajnalban hallgat, csak hogy... Ez már az a fázis, amikor hajnali háromkor megszületik a terv, valami, amivel úgy az ember azt érzi, hogy összeállt, és akkor már csak egy kicsit csinosítgatja. De fel kéne ébredni, nem? Nem, akkor... most már ide lefekülni. Már ideje lenne lefekülni, de még azért ötig úgyis fönt lesz. Hát de hogy még 10 perc, hogy fennmaradjak. Tehát ez egy ilyen vidám kis dal nekem. És akkor utána, hogyha lement a zene, akkor szeretném, hogyha még beszélnénk a helyi, vagy akár országos, valószínűleg hasonló a grafikusok helyzete, tényállás, hogy szerinted milyen, neked mi a véleményed róla, és utána pedig majd még a magos fiúk, lányoknak a tevékenységéről, a terveiről. Yeah. Van velünk továbbra is Szakos Dani. Te mint aktív tervező grafikus, mit gondolsz arról, hogy milyen a mai magyar helyzet tervező grafikus témában, vagy alkalmazott grafikus, mondjuk így? Hú, hát ez borzasztóan összetett kérdés. Én a magam részéről szerencsésnek tartom magam, amiről az előbb is beszéltünk, hogy viszonylag korán így elindultam, ismeretségek ajánlottak ide-oda, és akkor így az ember haladt előre. Tehát van megrendelésed, de most nem szeretnék számadatokat kérni, vagy ebbe belemenni, mert gondolom ez változó, tehát így nem lehet egy átlagot vonni, vagy igen? Pénzügyileg? Hát nem. Hát mondjuk időben is darabszámban mondjuk, hogy mondjuk egy hónapban azt mondod, hogy mondjuk 5-en keresnek meg. Most mondtam egy számot. Hát ilyen szempontból... Vagy 2-en. De akkor azok olyanok, hogy hónapokig csinálod. Tehát azért mondtam, hogy erre nem nagyon lehet, nem? Én azt az igazság, hogy azt gondolom, hogy lojális vagyok mindig, vagy voltam az ügyfeleimhez, és hogyha valakivel elkezdtünk együtt dolgozni, akkor az adott esetben a mai napig tart, tehát egy idő, mostanra egy kicsit így telítődött is, úgyhogy megválogattam az új megrendeléseket. Tehát van, amikor nemet mondasz? Van, de most miért nevettél? Tehát miért? Hát egyébként ritkán van, és pont ez a baj, hogy túlvállalom magam. Ez ilyen általános dolog. Tudni kéne jobban nemet mondani, de ha nemet mondok, akkor tulajdonképpen tényleg azért, mert nem fér bele az időbe.
Ami most az utóbbi időben azért így az egyetem mellett, vagy a mostani időszakban az egyetemből elvégezve és rám szakadva, amik eddig tolódtak. Az idő hiány az mindenkinek probléma, viszont olyan érsz szoktál nemet mondani, hogy azt mondod, hogy na hát már egyből azt mondod, hogy már ezzel én nem foglalkozok, mert nem tetszik a feladat, vagy pedig mondjuk egy-két megbeszélés után azt mondod, hogy na jó, hagyjuk. Hát nem nagyon van ilyen, mert én leginkább logókat szeretek tervezni, és azért az egy ilyen jól körülhatárolható feladat, hogy van egy brief, van a megrendelő, kell egy végeredmény, hogyha megvan a közös összhang, és van ötlet, akkor abból lesz egy megoldás, szóval... Akkor én úgy hallom, hogy neked még nem voltak olyan negatív tapasztalataid, ami miatt... vagy amire én most gondoltam. De akkor ne is menjünk bele szerintem, mert még olyan feladatunk van, hogy akkor most szólítanám Bencét, hogy ide figyeljen, pedig kifele integessen a stúdióablakon. Hát, soha. Én... Hogy? Ja, nem csak a reflektálva az, hogy nyilván időhiány, úgy kell rimánykodni néha Daninak, hogy ígyunk meg egy kapucsinót, és akkor is le vagyok, ahogy én is, de... Tehát, hogy Dani, hogy került bele a ti közösségetekbe, a magba? Magba? A másik pedig, hogy azért azt mondd már el, amit szerintem én tudok, ezt az első kiállítást. Az első kiállítást. Szerintem Dani már egy mag előtti magban is benne volt, amihez nem feltétlen kellett az, hogy most akkor az en, hogy a Miskolci alternatív generáció, pont ugye erről beszélgettünk nem olyan rég, hogy rengeteg sok kis ilyen kis csapatocska, klikkecske, mindenféle kis társaság volt. Szerintem Dani annyira emlékszik rá, hogy honnan ismerjük egymást, mint amire én. Nem. Azt szeretném mondani, aki hallgatja az adást, hogy most egy kicsit szerintem lezártuk a tervező grafikai részt, tehát hogyha valaki csak az érdekelt, megintni egy sört, akkor most ilyen nagyon laza hangulatban Bence elmondja a magról, hogy mik a mag kirakat elnevezésű programsorozatuknak az állomásai, aminek ugye az első állomás az Dani, és hogy mit terveznek még. Egy pillanat erejéig csatolni. Hagylak, csak még vissza. Mondjad. Hogy miért is Dani? Azért, mert a magban az a nagy szerencsénk, hogy mindenki egyénileg egy zseniális ember és figura és tudással rendelkezik, így Dani szempontjából ez a grafika. Tehát Dani, csinálj már egy gyorsan egy cover fotót, gyorsan tegyél már rá egy maglogót, mert ki kéne dobni egy esemény 10 perc, na. Standard deadline ez a gyorsan nézzél, legyen már megvágva 10 perc, hát most nem érek rá, tehát hogy ezért, de nem csak ezért, mert amúgy remélem Kovács Zoli is hallgatja, múltkor is hallgatta, jókat nevettek rajta, amikor dumáltunk itt, azért ő is egy zseniális kis grafikus is, de Zoli, ő is megérne úgy egy adást. De mindegy. Ma kirakat. Hogy ezért beszéljünk akkor arról, amiről kérdeztél. Az egésznek az a lényege, hogy a kulturális életnek egy felpesdítése. Olyan szempontból, hogy aki mondjuk lehet tervező grafikus, tipohonder, festő, fotós, szobrász, zenész, neki biztosítani egy helyet, egy megjelenést oda, hogy legyen egy kiállítása. Igen. Te ti megszervezitek? Mondhatni, igen. De ugye az elején szerintem, hogy az első évben nagyjából eddig látjuk a tervet, ugye ez arról szól, hogy tényleg akik a maghoz szorosan kapcsolódnak, azok nyitják meg ezt, vagy akik hát vállalják, akiknek van rá idejük, most én is tehát mondtam. Tehát az első felületet kapó emberek a rendezvénysorozatban, azok magosok, adott és esetben utána igen, jönnek a külsősök. Ez most nincs kőbevésve, de a mag nagyon szűk, vagy kicsit tágabb vonzás közöttében hát, már ott vannak. Muszáj így kezdeni. Fontos azt tudni, hogy ez most nem arról szól, hogy mi a mag, itt vagyunk egy ilyen szuper kis csapat, és akkor aki valamihez jól élt, akkor azt csinál egy kiállítást, hanem az, hogy
te, aki mondjuk miskolci kötődésű, esetleg valamilyen projektje Miskolchoz kötődik, akkor az nyugodtan amúgy felveti velünk a kapcsolatot. Azt mondja, hogy srácok, amúgy van egy tök jó ötletem, ez meg ez, mit szólnátok? És akkor miért ne? De hogy konkrétabb dolgokat mondjak, mindenféleképp szeretnénk a belvárosban kiszemelni esetleg egy tűzfalat, vagy mondjuk egy kirakatot, egy olyan épületet, ahol mondjuk éppen nincsen semmi, de tök jó. Tehát ilyen használatok. Igen, és akkor oda egy kiállítást csinálni. Azt most pontosan nem fogom megmondani neked, hogy a következő kiállításunk az most egy festőnek a kiállítás lesz, vagy a vagy az Oli. Az én fényképeim. Ez egy másik dolog. Azt de, mondod rá, hogy fénykép? Igen. Fotónak fényképnek igen, mondod? Én fotófénykép, inkább a fénykép. Aha. Inkább a fénykép, érdekes. De hogy az alapkoncepció az az, hogy az évben négy ilyen kiállítást összehozni, ugye az alkotóházból indultunk. Hogy itt mondtad, az évben? Az évben, négyet? Igen, négy. Az egy ilyen cél, azért nem annyira egyszerű összehozni egy ilyen kiállítást. Most olyan gyakorlatunk lesz benne, hogy a következőt már. Jó, mondjuk azért elég jó munkákból lehet meríteni. Hát, hogyha szerintem, ha csoportos kiállításban gondolkoztunk, tehát akkor nehéz összehozni azt. Akkor lehet egy negyed évet adni, amíg összejön, de hogyha egyéneknek, akkor az... Úgymond a vég cél, vagy nem is tudom, hogy most ez egy végcél, talán az évre lehetne talán ezt mondani, hogy egy végcél, hogy újra az alkotóházban azoknak az embereknek a terveit, műveit kiállítani, akik az év során azt mondják, hogy figyelj már, ez a magam, hogy ez egy tök jó társaság, egy tök jó fejek, és amúgy én fotózok, amit mondtam, hogy valamilyen szinten kötődik a művészethez, és ott egy ilyen ha szabad így fogom, egy ilyen össznépi kiállítást csinálni, és ott így megismerkedni, tehát színes egyénekre, akik tényleg jó dolgokat csinálnak valamilyen művészeti szempontból. Úgyhogy tényleg azt tudjuk mondani mindenkinek, hogy írjatok, keresetek meg minket, és bombázatok az ötletekkel. Nagyon, nagyon nyugodtan, és várjuk az ilyen dolgokat. Mondjátok, és ez mindegy, hogy 16 éves vagy 66 éves, ez tehát... Ja igen, ezt a belsőt kérdeztem, hogy igen, kiket vártok, vagy kiket fogadtok szívesen. De hát gondolom, majd végig gondoljátok, hogy mi lesz a koncepció, hogy kit karoltok föl, mert azért most így nekem is van tapasztalatom abban, hogy nagy a felhozata. Most nem szeretnék elvasztó dolgokat mondani, de nagyon de sokan művésznek gondolják magukat, és sajnos kegyetlenül meg kell válogatni. Ha nagyon befogadó vagy, akkor az így el fog szaladni egy ilyen mennyiség a minőség rovására. Ha magamból indulnék ki, akkor én olyan befogadó lennék, mert hatalmas már szívem van, de ez a műsor nem rólam szól, de hogy Daninak is. De hogy, nyilván azért az is meglegyen, hogy tesz valamit, most nem azt mondom, hogy tesz valamit a magért, hanem mondjuk Miskolcért és együtt. És akkor... Hát, hogyha az bőven... a cél, hogy Miskolcért tegyél, akkor meg fogod válogatni. Igen, és mit csak ebben szeretnénk segíteni mindenkinek. Mit raksz ki az ablakba? Vagy a kirakatba? Kirakatba. A csizanáti Mikulásnak. I'm gonna go.
Szóval akkor, hogy összegzésgyanánt kezdeném az, zárszó. Hogy zárszó, összegzés. Igen. Amit súlykolni kell mindenkinek, hogy az első mag kirakat eseménye jövő hét pénteken 19-én 6 órakor a már említett alkotóházban, a Semmelweis kórházzal szemben. Mindenkit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk. Szerintem Dani egy elég jó ízelítőt adott azoknak is, akik mondjuk kevésbé voltak jártasak mondjuk tervező grafikával kapcsolatban, vagy betűtervezéssel kapcsolatban. Akit meg érdekel, az mindenféleképpen jöjjön el. Dani mindenkivel szerintem nagyon szívesen váltana pár szót. Aki pedig csak úgy gondolja, hogy akár van egy ötletem, mint ahogy mondtam, egy következő kiállításra, de ha csak szimplán szeretne velünk megismerkedni, egy jó dumálni, meg agyalni, akkor őket is. Tehát ott személyesen várjuk. Is beszélgethet igen, igen, veletek. Igen. És ha valaki véletlenül nem tud eljönni a megnyitóra, utána is várjuk. Én azt tervezem, hogy nagyon sokat leszek bent a kiállítótérbe, tehát így hétköznap is, hogyha valaki betéved, és vannak kérdései, akkor akármilyen a metúról, betűtervezés olyan magról. Leszel, mint egy ilyen teremőr, ilyen ügyelő. Hát, igen. De meddig lesz akkor ez a kiállítás? Február 15. És minden hétköznap? Minden hétköznap 10-től 4-ig, szerdán és pénteken pedig 10-től 6 óráig tekinthető meg. Ezt nagyon nem lehet megjegyezni, de a Facebook eseményt tessék csekkolni, ott bármilyen plusz információ érkezik, vannak tervben ilyen kis előadások, mondjuk egy rövid prezentálás. Tárlatvezetés. Vagy tárlatvezetés, ennek még nincs belőve a dátuma, de amint megvan, akkor azt is posztoljuk az eseményre. Tehát így fokozatosan csepegtetve azért majd tehát így online is részesei lehetünk a kiállításnak. Hát... Azért nem akarsz nagyon megmutatni, persze, nem lövöm le, de hát hogyha valaki beüti a Google-be a nevemet, akkor talál egy-két munkát, de lesz rengeteg még. Soha nem látott munka kiállítva, úgyhogy nagyon olyan érdekes. Olyan nincs, biztos, hogy láttam. Hát igen, de akkor legyen olyan, amit... Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek is, beszélgettünk erről, meg hogy Danit így megismertettük. Mit mutogatsz? Nem csak amiről, amiről volt szó, hogy igen, tehát hogy egyrészt nem csak a mag... Nem tudok elköszönni. Itt tudnánk ülni még amúgy egy fél órát. Ahogy megjelzem a mikrofont, ott egyből beindulnak a... Na mindegy, tehát hogy amit beszéltük, hogy nem csak egyrészt, tehát a mag kirakatot szerettük volna bemutatni, de a jövőben amúgy a magos tagokat is jobban megismerhetitek majd. Jaj, tényleg, hát ezt kifelejtettük. Aminek a sokszínűsége az határtalan. De Dani volt az első arc közületek, és jön további... Belögdöstek. Mennyi? 10? Belögdöstük persze, hogy na, gyere. Sziasztok, köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.